Mladen Sárcsevics hangsúlyozta, a felsőoktatási intézmények és a vállalatok is hasznát vennék a duális képzési formáknak. Az oktatási miniszter emlékeztetett arra is, hogy a szerbiai középiskolákban a nem egész két éve bevezetett duális képzés kiválóan működik. Aláhúzta, az első évben 400, a második évben 4500, idén pedig 7400 középiskolás választotta ezt a típusú oktatást. Sárcsevics szavai szerint a duális képzés Európa számos országában már jelen van. Kiemelkedő példaként említette a szomszédos Magyarországot is, ahol a nagyvállalatok megjelenésével még inkább igény mutatkozik a duális képzésben résztvevő munkaerőre. IT industrija u Srbiji kroz kreativne industrije sada pokazuje veliki zamah. To su znači godišnje preko milijardu evra. Da bi sačuvali te mlade ljude u zemlji, elektroinženjere, mašinske inženjere, građevinske inženjere, ali i ekonomiste, bankare, lekare i sve druge, znači oni moraju da prođu drugačiji vid obrazovanja. A duális képzés kapcsán Vjerica Radeta is felszólalt, a szerb radikális párt köztársasági frakció vezető helyettese szerint felesleges a törvényről szót ejteni, mert 7-8 napon belül a parlamenti többség úgy is elfogadja azt. Donosimo zakon koji će se primenjivati kada Srbija uđe u Evropsku uniju. Kada? Nikada. Pošto Srbija neće ući u Evropsku uniju, donosimo zakon koji se nikada neće primenjivati. A gyakorlatorientált képzésben résztvevő fiatalok nagyobb esélyt kapnak arra, hogy könnyebben helyezkedhessenek el, emelte ki Kovács Elvira a parlamenti ülésen. A VMS köztársasági parlamenti képviselője a törvénytervezet azon pontjára is felhívta a figyelmet, miszerint ha az adott képzést valamelyik nemzeti közösség nyelvén valósítják meg, a munkáltatónak is kötelessége az adott nemzeti közösség nyelvén megszervezni és megvalósítani a munkafolyamatokat. Savez vojvođanskih Mađara smatra da visoko obrazovanje bazirano na istraživanjima je osnovni preduslov za socijalni, ekonomski i možemo reći kulturni napredak i razvoj društva. Dualni model studija, kao što smo to čuli, nadamo se doprineće razvoju istraživanja, inovacija. Az oktatási miniszter egyébként arról is beszélt, hogy azok a hallgatók, akik a duális oktatást választják, jó munkahelyekre és szerződésekre számíthatnak, mivel a vállalatok nagyon keresik a jó szakembereket.